A koronavírus elleni küzdelemben a legkülönbözőbb terápiákat alkalmazzák az orvosok. Hétfőtől egy új hazai gyártmányú készítménnyel indultak el a klinikai vizsgálatok. A súlyos állapotban lévő betegeket kezelik ezzel a szerrel. Korábban egyébként már biztató eredményeket sikerült elérni vele kezdeti stádiumban lévő fertőzötteknél. Ez a 8. olyan koronavírus elleni készítmény, amelynek klinikai vizsgálatát engedélyezték a magyar hatóságok. A Debreceni Egyetem infektológiai klinikáján is használják azt a remdezivír hatóanyagú magyar fejlesztésű gyógyszert, ami hatásos lehet a koronavírusos betegek gyógyításában. Hétfőn több súlyos állapotú beteg is megkapta a készítményt, amit infúzióként legalább 5 napig alkalmaznak náluk. 5 hónap rekordidő alatt sikerült szintetizálni ezt a bonyolult molekulát. A gyógyszert a Richter Gedeon gyógyszergyár kutatói fejlesztették ki, és a vállalat budapesti üzemében készül. A szer hatékonyságát korábban a betegség kezdeti stádiumában lévő fertőzötteknél már igazolták a klinikai vizsgálatok. Jelenleg ez a gyógyszer tűnik a leghatékonyabbnak a COVID-fertőzés kezelésében. Segítségével a betegek hamarabb elhagyhatták a kórházat, csökkent a lélegeztetőgépes ellátásra szorulók száma, illetve a koronavírus miatti tüdőkárosulások is gyorsabban gyógyultak. Az orvosok most a súlyos és középsúlyos betegeknél várnak hasonló eredményeket. Az első napon a protokoll szerint egy induló infúziós kezelés történik, amit kiegészít egy további, majd ezt követő napokon egy fenntartó kezelés van. Alapból 10 napon keresztül tart ez, de abban az esetben, hogyha a gyógyulás jelei előbb megmutatkoznak, ezt korábban abba lehet hagyni. Napról napra emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, szerdára pedig az elhunytak száma átlépte az 1000-et. Egy nap alatt 920 új fertőzöttet regisztráltak, így a járvány kezdete óta 40.782-en kapták el a betegséget. 27 idős, krónikus beteg veszítette életét, az elhunytak mintegy fele a vírus mellett szív- és érrendszeri betegséggel is küzdött. Eddig több mint 9000-en gyógyultak meg. Rendkívül fontos ez a szer. A kormány kiemelt célja, hogy minél több életet mentsen meg, ebben segíthet a remdezivír, mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelte, a tesztelés elkezdése és a hazai gyártókapacitás azért is fontos, mert siker esetén az ellátáshoz szükséges gyógyszer 100%-ban hazai forrásból biztosítható, így Magyarország nem szorul majd importra. A gyógyszerből már most 3000 beteg kezelésére elég adag áll rendelkezésre. Megfelelő időpontban, megfelelő aktuális egészségi állapotban lévő betegnek beadva ezt a szert, akár 50%-kal is csökkentheti az elhalálozást, illetve a fatális kimenetelt. Úgyhogy már nem szorulunk majd importra, hogyha ennek a szernek a teljes klinikai vizsgálatára érünk, és továbbiakban a cég gyártani tudja a készítményt. A szer klinikai tesztelésébe a Korányi Kórház, a Délpesti Centrum Kórház, az Új Szent János Kórház és a 4 orvosképző egyetem kapcsolódott, betette hozzá Müller Cecília. A péntekig tartó kutatásban 2000 beteg vesz részt.